Azt mondottam, hogy szubjektív indítatású lesz, amit mondok. Kőszeg Ferenc is burkoltan utalt erre. Én rólam köztudomás, hogy 1956. december közepe és 57. júniusa között szolgálatot teljesítettem a karratalomban. Be kell vallanom, hogy már az elévülési törvény, elnézést, hogy így röviden apostrofálom, kapcsán felmerült bennem, hogy vajon joga van-e pálcát törni mások felett azoknak, akik ugyanúgy beilleszkedtek ebbe a rendszerbe, mint akiket vádolnak. Elnézést kérek, Zétényi Zsolt úr. Jogászként szolgálta az elmúlt rendszer. Takács Péter úr tollal és a marxista-leninista ige hirdetésével. Mennyivel kerül más elbírálás alá az ő cselekedetük, és mindazok, akik ebbe a rendszerbe beilleszkedtek, mert mit tehettek mást, mint akikkel szembe megpróbálnak kreálni különböző akciók. Egy pillanat, én is végighallgattam a különböző szövegeket, ugyanezt kérem mindenkitől. Egyébként teljes mértékben igazságnak tartom azt, hogy itt mi mindannyian, nem csak önök is. Itt éltek ebbe a rendszerbe. Bizonyos mértékig haszonélvezői is voltak. Nem tudok olyan ügyvédről az önök pacsorai között, aki nyomorgott volna. Jogászról és másokról. Elnézést kérek, ez nem szemrehányás. Én azt tartom helyesnek, hogy boldogultak. Csak az erkölcsi alapra kívánok appellálni. A történelmi tudat és ennek a népnek a tudata fog valahol kitisztulni, és az igazság érzet fog helyreállni, és ezt reméljük ennek a ezeknek a törvényeknek a sorozatától, mert mi igenis nem gondolkodunk úgy, mint ami Horn Gyula hozzászólásából kicsengett. Mi igenis tudunk különbséget tenni a karhatalmista Horn Gyula és a későbbi külügyminiszter Horn Gyula tevékenysége között, mint ahogy a magyar nép is tudott különbséget tenni, bizton állítom, amikor megválasztotta őt. De igenis elvárjuk mindenkitől, hogy tudjon különbséget tenni a bűnös és az ártatlan között. És itt senki nem mondja, hogy a magyar nép egyformán bűnös volt az elmúlt időszakban, mert kiki ügyvédként, kiki színházi emberként részt vett ebben az egészben. Már bocsánatot kérek. A gyilkos és az ártatlan nem ugyanaz. Az a szerencsétlen, aki ott tapsolt, mert nem tehetett mást, az nem ugyanaz, mint aki elvitte az embereket és megverte a börtönök cellájában. Az nem ugyanaz, aki a hatalmat gyakorolta és rákényszerítette ezt a rendszert az országra, kollaborálva a szovjet hadsereggel, mint az, aki eltűrte a hatalmat és élni akart 1956 után, élni akart folyamatosan. És ez a célunk, ez is a célunk ezekkel a törvényekkel, hogy senki ne mondhassa azt erre a népre, hogy ez egy bűnös nép, kollaboráns nép, mert nem vagyunk azok.